Kedves nézőink, március végén tartották meg a tavalyi év legjobb sportolói tiszteletére rendezett ünnepséget a Városházán. Most erről számolom be önöknek. Ajkaváros önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan idén is elismerésben részesítette azokat a sportolókat, akik az előző évben hazai, illetve nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt értek el. A helyi sportegyesületi vezetők javaslatai közül a Művelődési Oktatási és Sportbizottság választotta ki azokat, akiknek az önkormányzat az év legjobb sportolója elismerést adományozta. Az önök tevékenysége minden elismerést megillet, részben azért, mert nekem is egyik szakterületen, mint oksitos pedagógusnak a sportélet, és megmondom őszintén, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy bármilyen területen Ajka neve valahol elhangzik, és ezt a sportolók viszik tovább, és mondhatnám azt is, hogy itt lesznek olyan elismerések, akik a pályafutásuk elején járnak, lesz olyan, aki a közepén, idézőjelben a csúcsra érkezett, és olyan is, aki befejezi a, vagy befejezte a sport pályafutását. Mondhatnám azt, hogy a képviselőtestület nevében is büszkék vagyunk önökre, nem beszélve arról, hogy itt a jelenlévő többsége valamilyen szinten, valamilyen körben példakép is. Én azt kérem önöktől, hogy a sport területén és a magánéletükben ennek a követelménynek vagy feladatnak feleljenek meg. Épp zajló verseny vagy egyéb elfoglaltság miatt több díjazott sportolót is családtag vagy klubtárs képviselt az ünnepségen. Így volt ez a női kategória első helyezettjénél is. A hölgyek közül az év legjobb sportolója elismerést Somogyi Anett utánpótlás válogatott atléta érdemelte ki. Anett a junior országos bajnokságon 3000 méter akadályfutásban, illetve 5000 és 10000 méteren első helyezést ért el, a felnőtt magyar bajnokságon 3000 méter akadályfutásban a negyedik helyezett lett. A 2014-es év második legjobb női sportolója, Csányis Laura, az Ajkai Trampolin Sportegyesület sportolója. Laurát a Magyar Torna Szövetség gumiasztal szakákban 2014-ben immár második alkalommal választotta az ország legjobb sportolójának. Első helyezést ért el a magyar bajnokságon, a Csehországban megrendezett olimpiai reménységek versenyén pedig a 11. lett. Női kategóriában az év harmadik legjobb sportolója elismerést Fábián Eliza érdemelte ki, aki karate sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményt a Szundome első sportolójaként. Eliza a felnőtt Európa bajnokságon egyéni küzdelemben az első helyet szerezte meg, csapatküzdelemben pedig a második helyezést érték el. Ezek mellett magyar bajnoki első helyezett is. A Művelődési Oktatási és Sportbizottság férfi kategóriában az év legjobb sportolójának Férhecli Dávidot, a Szundome sportolóját választotta. Dávid a Veronában megrendezett felnőtt Európa bajnokságon egyéni küzdelemben első helyezést ért el, csapatküzdelemben pedig a második helyet szerezte meg, valamint ő is magyar bajnoki első helyezett. A 2014-es év második legjobb férfi sportolója Kis Gergő, a Rája 94 úszóklub tagja. Gergő 2014-ben az Európa-bajnokság 8. helyezettje volt 800 méteres gyorsúszásban. A magyar bajnokságon 400 gyorson első, 800 és 1500 gyorson második helyezést ért el. Férfi kategóriában az év harmadik legjobb sportolója elismerés Takács András, a Szundome első karatékája érdemelte ki, aki a veronai Európa-bajnokságon egyéni és csapat küzdelemben is a második helyezést ért el. A 2014-es év legjobb csapata elismerést a Dynamic Rock'n'Roll Klub felnőtt lányformációs csapata érdemelte ki. A Bálint Esztella, Fülepi Anett, Heinfard Diana, Heiger Anett, Horváth Vivien, Kövesi Kira, Bokkon Bettina és Sós Anna alkotta aranyminősítésű csapat a Pápai, Ajkai, Székesfehérvári és Veszprémi ranglista pontszerző versenyeken első helyezést ért el, a Hevesi Magyar Bajnokságon szintén az első helyen végzett. A 2014-es év második legeredményesebb csapata az Ajka Kristál Sportegyesület férfi teke csapata. Ők a tavalyi bajnoki idényben a Superliga 10. helyén végeztek. Csapatkategóriában a harmadik helyezett az FC Ajka lett, akik a 2013-2014-es bajnokságban az MB2 7. helyén végeztek. Senior kategóriában az önkormányzat két versenyzőt részesített az év sportolója elismerésben. Fábiáné Reiner Ceciliát és Lipp Vencelt.
Fábiáni Reiner Cecília cságáncsozó a Masters világbajnokságon az F2-es kategóriában plusz 78 kg-os súlycsoportban második, az Európa bajnokságon Prágában első helyezést ért el. A felnőtt országos egyéni bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg. Lipp Wenzel, az Ajka Kristályese tekézője, a szenior országos bajnokság harmadik helyezettje volt. A 2014. év legjobb edzői is az ünnepségen vehették át Ajka város önkormányzatának elismerését. A Dynamic Rock'n'Roll klub kiváló eredményeihez való hozzájárulásáért Horváth Márknak mondott köszönetet az önkormányzat. A Szuntoma Sportegyesület versenyzőinek kiváló eredményeiben kiemelkedő szerepe volt Takács Miklós edzőnek, így ő is elismerésben részesült. A Művelődési Oktatási és Sportbizottság döntése alapján az önkormányzat külön díjban részesítette Goda Gábort, aki nemzetközi és országos fekvenyomó versenyeken 7 aranyérmet szerezve képviselte eredményesen városunkat. A bizottság döntése alapján az önkormányzat külön díjban részesített olyan személyeket, akik versenyzői, edzői, sportvezetői tevékenységükkel hosszú éveken keresztül hozzájárultak Ajka város sportéletének gazdagításához. Az egyik ilyen személy Dalnoki László, aki 1972-ben igazolt Ajkára, ahol játékosként majd edzőként tevékenykedett egészen 2014 végéig. A hosszú évek alatt sokat tett Ajka labdarúgásáért. A másik ilyen külön díjat Jancsó István kapta, aki 1973-ban kezdett el kézilabdázni az Alumínium csapatában, majd asztali teniszben is jeleskedett. 1980-ban kézilabda játékvezetői vizsgát tett. Pályafutásának 30 éves időszaka alatt több mint 700 hivatalos mérkőzést vezetett, közte Veszprém Szeged rangadókat válogatott találkozókat. Kiváló működésével öregbítette városunk hírnevét.